Köszöntöm a Trió TV nézőit! A Büki híreket látják műsorunk tartalmából. Dr. Nagy István agrárminiszter gyárlátogatásra és aratásra érkezett Bükre. Arató ünnep felvonulással, kézikaszálással, koncertekkel. A modern népzene csábította a látogatókat július 5-én Bükkfürdőre, az Etnofolk forgatagra. Ez a mai kínálatunk, kedves nézőink, tartsanak velünk! Július 6-án a Nestlé meghívására érkezett Bükre dr. Nagy István agrárminiszter. A gyárlátogatás után az arató ünnepen ragadott kaszát. Az arató ünnepet megelőzően dr. Nagy István agrárminiszter meglátogatta a Nestlé Hungária Büki gyárát, ahol 40 robot teljesít szolgálatot, amelyek világviszonylatban is egy egyedülálló technológiával készítenek naponta több millió adag állateledelt. A Nestlé Hungária az utóbbi 7 évben több mint 43 milliárd forintot fektetett be, és ezzel nem csupán magyarországi, hanem regionális gyártópozícióját is megerősítette legnagyobb svájci befektetőnként és munkáltatóként Magyarországon. Azért vagyok itt, hogy mindennek hangot is adjak, hiszen az a fejlesztési szándék, ami ebbe a gyárba benne van, az valami fantasztikus dolog. És a magyar mezőgazdaságnak nagyon nagy szüksége van arra, hogy ilyen feldolgozó üzemek működjenek, hiszen a magyar gabonából majd 100 000 tonnát ők dolgoznak föl. Az egy fantasztikus eredmény és fantasztikus lehetőség. Ezzel nekünk ezzel a lehetőséggel élni kell, és biztatni őket arra, hogy újabb és újabb fejlesztéseket csináljanak, mert ezzel viszik előre a magyar mezőgazdaságot, az élelmiszeripart, hiszen az állateledel gyártásban világhíresek vagyunk, és hogy ebben magyar gabona van, az számunkra a legfontosabb hír és a legfontosabb üzenet. Előbb az asszály, majd a mértéken felüli csapadék okozott riadalmat a hazai gabonatermelők körében. A reményeinkhez képest, vagy a várakozásainkhoz képest, hála Istennek, sokkal jobb. Nagyon aggódtunk a nagyon szélsőséges időjárás miatt, az őszi vetés nagyon nehéz volt, hiszen majdnem porba kellett vetni, annyira nem volt csapadék. Aztán a tavasz is nagyon aszályos volt, tehát nagyon nehezen indult meg a növekedés, majd aztán megjött az ödönvízszerű esőzés. Tehát ilyen szélsőséges körülmények között bizony be kell vallani, sokkal rosszabb termésre számítottunk. Ma azt kell látni, hogy kiugróan jó teljesítmények is vannak, tehát 8 tonna feletti hektáronkénti átlagok is vannak, de nem mindenütt természetesen az országban. Úgyhogy azt reméljük, hogy a tavalyi esztendőnek megfelelő terméshozam várható, mint egy 5,2 tonna per hektárral, ami azt jelenti, hogy a vetésterületnek megfelelő, mint egy 5 millió tonna búza fog keletkezni, vagy gabona fog keletkezni az országba. Ez egy nagyon szép szám. Ez azt jelenti, hogy 20 millió ember ellátására leszünk képesek, és mintegy 2 millió tonna az, amivel exportpiacokat tudunk majd szerezni. A gyár új igazgatója Hollandiából érkezett, és 25 éve dolgozik a Nestlénél. Nem most jár először Bükön. 20 évvel ezelőtt 3 éven keresztül dolgozott már itt. And I'm happy to be back in this facility. It's changed an incredible... Nagyon örülök, hogy újra itt vagyok. A gyár hihetetlenül sokat változott az előző évek során. Maga az üzem elképesztő ütemben növekedett, miközben a csapat ugyanolyan elkötelezett maradt, elképesztő eredményeket elérve. A magam részéről a következő években elsősorban ezeket az eredményeket szeretném folytatni. Az előző években hatalmas beruházásokat valósítottunk meg az üzemben. Nagyon örülünk, hogy ma délután Nagy István miniszter úr is meglátogatott minket. Ez a mai a harmadik alkalom, hogy nálunk járt. Büszkén mutattuk meg neki az üzemet és a megvalósult beruházásokat. A mai gyárlátogatás főleg az elmúlt években megvalósult beruházásokra, azon belül a digitalizációra és az automatizációra fókuszált, de természetesen szóba került az is, hogy abban az egyre szűkebb munkaerőpiaci helyzetben, amikor nehéz munkaerőt találni, milyen megoldásokkal tudjuk fejleszteni a gyártási technológiánkat.
A másik téma az előző évek során a helyi mezőgazdasági beszállítókkal kialakított remek kapcsolat volt. Megmutattuk a miniszter úrnak a gyárba érkező nyersanyagokat, különös tekintettel azokra a mezőgazdasági termékekre, amik a környező termőföldekről kerülnek hozzánk. Nagyon jó látni, hogy ilyen jó kapcsolat alakult ki a helyi mezőgazdasági szereplők és egy ilyen hatalmas állateledel gyártó cég között. Farmers with our organization as a large pet food producer. Reményeim szerint sikerül majd a gyár termelését és termelékenységét javítani, ezzel is biztosítva a gyár jövőjét. Ez természetesen az adott lehetőségeken múlik majd. A város vezetésén, az üzleti teljesítményünkön, illetve azon, hogy miként tudunk megfelelni a Nestlé elvárásainak. Tehát én személy szerint növelni szeretném a gyár teljesítményét, ezzel is biztosítva a munkahelyeket és a régió hosszú távú gazdasági biztonságát. Július 6-án 12 arató banda sorakozott fel a buzatáblák előtt Bükkváros legnagyobb múltú rendezvényén, az Arató ünnepen. Idén is volt hintós felvonulás, folklor műsor, könnyűzenei koncert és aratóbál is. Idén 29. alkalommal elevenítették fel a kézikaszás aratás hagyományát Bükkön. A Dunántúlon mára csak Bükkön élesztik fel évről évre a hagyományos aratás szertartását. Dr. Németh Sándor polgármestert követően Ák Péter országgyűlési képviselő, majd dr. Nagy István agrárminiszter köszöntötte a résztvevőket. Ezután kedves gesztusként s néhány méltató gondolat kíséretében oklevelet és bort adtak át az aratóbandák képviselőinek. Bükk, Répcelag, a Bükk Török Bálint Baráti Társaság, az Ikva Néptánc Egyesület, Nagygeresd, Őri Magyarósd, Kisfalud, Petőháza, Vitnyéd, Fertőszent Miklós, Levél, Nagydém, Diósd és a Bükki Nestlé arató csapatainak. Ezt követően a fürdőparkolóban felsorakoztak az aratóbandák és a parkoló mögötti búzamezőre vonultak, amit a Vita Kft. Bocsátott az aratók rendelkezésére. A táblák közt a kézikaszás férfiak és a marokszedő asszonyok megmutatták, hogy a múlt század közepéig hogyan történt az aratás és a kéveszedés. Fertőszent Miklósról két aratóbanda is érkezett. Most már 5. éve mondhatom, hogy rendszeres visszatérői vendégei vagyunk az Önök Aratófesztiváljának, amit ugye Önök most már 29. alkalommal rendeznek meg. Megmondom őszintén, különösebben nem készülünk erre az alkalomra, hiszen az Egyesületnek a tagjai zömében most már felnőtt, sőt mondhatnám idősebb emberek, akik még a gyermekkorukban, illetve fiatalkorukban részt vettek a hagyományos kézi kaszás aratásban, tehát innen úgymond hagyományokkal nagy tapasztalattal rendelkeznek. Ez egy csapatmunka, mennyire szoktak össze itt a kaszálók, a markotszedők. Igazából az elmúlt évek során kialakultak ezek a pozíciók. Ugye mivel nem nagy terület áll rendelkezésünkre évről évre, ezért mindig felváltva a férfiak kaszálnak, és ugye a hölgyek, akik a markot szedik mögöttünk. Nagyon régóta aratunk, mi kezdtük már Fertőszent Miklóson és másutt is voltunk aratni, és amióta Bükkre hívnak bennünk, ide is eljövünk, nagyon boldogan és szívesen tesszük ezt. Hogyan készülnek így az aratásra? Otthon esetleg gyakorolnak, vagy ez már ugye a vérükben van, úgy is mondhatjuk? Hát annyira nem gyakorolunk, ez a vérünkben van, az őseinktől, az elődeinktől lestük ezt el, és végeményben hát ugye a régi népszokásoknak, a hagyományoknak vagyunk a hívei, és így ápoljuk az őseinknek a hagyományait, az aratást, a kézi aratást. Nekünk mindenféle szerszámunk van, ami régi és gyönyörű, és aratókoszorunk is van, csak most éppen nem hoztuk el az idén. Mindig fonunk azt is, és hát annak örülünk, amikor fiatalokat látunk, és azért hoztam el én és az unokámat, ő is nagyon szívesen jön, hogy talán majd lesznek utódok, lesznek folytatóink, mert nem szabad elfeledni a régi aratást, és semmit sem, amit az őseink csináltak és ránk hagytak.
Az arató ünnepet dr. Nagy István agrárminiszter is megtisztelte, aki a Nestlé meghívására érkezett a fürdővárosba. Nagyon fontosak ezek az ünnepek. Itt is, hogy felemelítsük a hagyományainkat, mindazt a kulturális értékeket, ami magához, az aratáshoz, mint tevékenység kötődik. Hogy a kenyér nem ott kezdődik, hogy az asztalunkon van, hanem a kenyér ott kezdődik, hogy bizony el kell ültetni, nevelni kell, le kell aratni, majd meg kell őrölni, aztán abból feldolgozni, és majd csak úgy kerül az asztalra. Ezt meg kell ismertetni a mai generációval. Pontosan azért, hogy becsüljék. Hogy lássák meg azt, hogy mindenünk ezekhez a hagyományokhoz kötődik. És hogyha körülnézünk most itt, hogy hány embert érdekel mindez, hogy ez hogyan befolyásolta a népviseletünket, a szokásainkat, a kultúránkat, a népdalainkat, a különböző kézműves termékeinket, mind-mind kötődik ide az aratáshoz. Tehát óriási jelentősége van. Új csapatként a Nestlé gyár bandája is kaszát ragadott. Élén a gyárigazgatójával. And I think it is fantastic to be here. It's honestly fantastic to be here. I've seen a fabulous afternoon. It has been really great to participate in this unique opportunity to stay here with colleagues and with friends and with the people around us that make this opportunity possible. Fantastic. Ez én ötletem volt, ez így volt, és hogy ő nagyon örül, hogy itt lehet, és ez a csapatoknak is egy nagy dolog volt, nagy öröm volt, és ő is nagyon jól érezte magát, hogy itt lehetett. Idén 15. alkalommal vettek részt az aratásban a vitnyégyiek. Egy jeles alkalomból egy új kaszát is kaptak, melyet Ák Péter országgyűlési képviselő adott át. A Vitnyéri Énekes Lenke Hagyományőrző Egyesület 15. alkalommal vett részt a Büki Arató Fesztiválon. Elhoztunk mindenkit, aki a 15 év alatt részt vett és segített ebbe az aratásba. Úgyhogy itt vannak velünk a legidősebbek, és itt van már a fiatalabb generáció is. 15. alkalommal, én, ha jól tudom, a 13. alkalommal veszek részt ezen a rendezvényen, és mivel most jubiláltunk, ezért a tánccsoportunk adta az esti műsort is a Büki Arató Fesztiválon. Fiatalokat mennyire volt könnyű megszólítani, hogy álljanak be aratni? Nem nehéz, hála jó Istennek, mivel öröklődik Vitnyéden, még mindig öröklődik a hagyomány, tehát nálunk még valóban úgy van, hogy az idősebbek től elnézik a fiatalok a fortéjokat, úgy a táncba, mind egyébként az összes többi szokásba, népszokásba, vagy éppen a munkába. Úgyhogy fiatal kaszásunk és fiatal marokszedőnk is van az idősebbek mellett. És hogyan fogott az új kasza? Az új kaszát is bevetettük, igaz, hogy én nem voltam ott, de az új kaszát is bevetettük. Nem volt rajta, ha jól tudom, hogy rendvágó gerebje, úgyhogy ezt még majd fel kell rá szerelnünk, de szerintem a 16. Büki Arató Fesztiválunkra, ami a 30. lesz, ha jól tudom, jövőre, valószínű, hogy az új kaszát is el fogjuk hozni. Kézről kézre járt az arató pálinkás butykos, némi hazai bor és pogácsa. Dalok csendültek a marokszedő lánykák szájáról, amíg fogyott a búzamező és nőttek a keresztek. Az aratást követően lépett fel az Énekes Lenke Hagyományőrző Egyesület. A hajnalig tartó aratóbál előtt Péter Samek és együttese lépett a színpadra. Az Arató Fesztiválról készült hosszabb felvételünket egy későbbi időpontban láthatják majd itt, a Trio TV csatornáján, de elérhető lesz Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon és a www.triotvdunantul.hu honlapon. Idén már 8. alkalommal szervezte meg a Büki Művelődési és Sportközpont könyvtár az Etnofolk forgatagot. Ebben az évben már 3 színpadon várták a látogatókat, a fürdőterületén és a parkolóban. A rendezvény nemzetközivé vált. Cseh, lengyel és szlovák előadók is színpadra léptek a forgatagban. Az Etnofolk forgatag nem titkolt célja, hogy ápolja a népzenei hagyományokat, de modern formába csomagolva, mondta el Tóth Tamás, a Büki Művelődési és Sportközpont könyvtár igazgatója, a fesztivál főszervezője. Évről évre olyan együtteseket, előadókat hívnak a rendezvényre, akik a mai kor zenei igényeit ötvözik a népzene hagyományaival, így a fiatalabb közönséget is megszólítják, közelebb hozzák a hallgatókhoz a tradicionális dallamokat. Igazából most már egy 8 éve folyó koncepció, hát visszahozni Bükre a néptáncoktatást, a népzenét, a
Hát a saját kultúránkat. Tehát ami azt gondolom, hogy a hivatása a művelődési központnak, talán ennyi. Tehát igazából ennyi. De mai koncertek is ezt egy kicsit népzenét kevésbé hallgató embereknek emészhető formában adjuk a népzenét igazából oda. Manapság egyre több olyan magyar együttes zenekar tör nagyszínpadi babérokra, akik a népzenei hagyományokhoz visszanyúlva, azokat felhasználva alkotnak modern slágereket. Egyik legékesebb példája ennek a trendnek a Cimbali Band, akik egy-egy produkció erejéig már évek óta együttműködnek, az egyik énekes tehetségkutatóból ismert Danics Dórával. Bükkfürdőre is ebben a felállásban érkeztek, a fürdő területén felállított színpadon szórakoztatták a közönséget. Akinek a lelke sajó, búját porral üti a gyó, búja hervak elszárad, nem öntözi az eső, de a borát, ha megissza, a pokolból fordul vissza. A büki közönségnek biztosan nem ismeretlen a Jó a népi zenekar sem. Ők a 2018-as Szivárvány Gyermeknéptánc Fesztiválon mutatkoztak be először az ittenieknek. Most az Etnofolk forgatagon, kicsit megújult felállásban, már Folk Beat néven láthatta őket a közönség a színpadon. Rábeszéltek az irigyek, rájuk hallgattál. Kikacagtak, kitagadtak, s te kitagadtál. De nem baj, amért elhagytál, édes kedvesem. Kapok én még jobbat is, aki szeresse. Olyat, aki nem gyűlöl meg, csak rám hallgat. Nem kacag ki, nem tagad ki, s az enyém marad. Olyat, aki nem gyűlöl meg, csak rám hallgat. Nem kacag ki, nem tagad ki, s az enyém marad. A népi zenekar, az egy baráti társaságból jött össze, fesztiválokon találkoztunk egymás előtt, után játszottunk különböző zenekarokba, és így állt össze ez a formáció, és amikor válogattunk már közösen koncerteket, akkor is mindig szükségünk volt beugrókra, mert általában, tehát négy zenekarból állt össze az öttagú fiú banda, tehát hogy, sőt, öt zenekarból, tehát hogy mindenki máshol is játszott, volt, aki több zenekarban is, úgyhogy ezt nagyon nehezen tudtuk megoldani, így szükségszerűen muszáj volt kialakítanunk egy másik bandát is, de az eszmeiség, amit képviselünk, az ugyanaz maradt, tehát hogy a népzene szeretete és a modern világban való megszólaltatása a cél igazából. Egy sikeres visegrádi négyek pályázatnak köszönhetően az Etnofolk forgatag idén nemzetközivé vált. Csehországból szólt cimbalom muzsika a Neoveszká jóvoltából, Szlovákiából Szarka Tamás és a Gimes zenélt, és Lengyelországból érkezett a The Warsaw Village Band. Yeah!
Szerdán kezdődnek a 14. Gyógybornapok és Büki Gasztrofesztivál programjai. Vasárnap esti koncertek, gasztrosó, hagyományőrző bemutatók, gyermekprogramok és meglepetések várják a kilátogatókat. A részletes program a www.gyógybornapok.hu oldalon olvasható. Ízelítőnek egy zenés ajánló következik. Kedves nézőink, a Büki híreket látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Műsorainkat megnézhetik interneten is a www.triotvdunantul.hu honlapon, vagy megtalálnak minket a facebook.com/triotvdunantul címen is. Viszontlátásra!